sportosat. Irodónk vendége ifja Bozsik József, fogadhajtó, egykori szövetségi kapitány. Szervusz, hajtasz még? Üdvözlök. Versenyszerűen? Persze, hogy hajtasz, de hogy versenyszerűen hajtasz-e még? Igen. Bármi hihetetlen, de még kitartok, úgyhogy most legutóbb is a zombai országos versenyen egyes fogadtal, egy új lovamba indultam, és hál' Isten sikerült nyerni. Akkor a válogatottsággal is kacérkodsz? Tehát, ha meghívnak, akkor mész? Jövőre lesz világbajnokság, nagy egyes fogadhajtó világbajnokság Franciaországban, nagyon-nagyon-nagyon messze. Úgy gondolom, hogy ha oda tudunk érni, most van 2-3 olyan egyes lovam, ami korábban 2-es, illetve 4-es fogadhajtásban Európa bajnoki szinten is versenyeztek, 14-15 évesek, nagyon-nagyon jól mennek egyes fogadba, ha oda tudunk érni, akkor jövőre úgy gondolom, hogy eséllyel szállunk harcba a világbajnokságra. Nem gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan tolonganának egyébként jövőre majd az egyes fogad VB csapatba kerüléshez, hiszen horribilis összeg lesz már csak oda kijutni, és sajnos ismerve a Magyar Lovas Szövetség támogatási rendszerét, nem gondolom, hogy a válogatott hajtókra olyan túl sok pénz fog jutni sajnos. Idén ugye a ketteseké a főszerep. Igen. Mit vársz tőlük? Hát teljes... Itt Hölle Martin ugye a... Igen. Most a number van, tehát ugye ő ráépül a csapat. Igen. Tulajdonképpen. Igen. Teljes változás lesz, hisz a Lázár testvérek ugye kiszálltak a fogadhajtásból, kiszálltak a versenyzésből, a harcból. Úgy gondolom, hogy pontosan a VB-re össze fog állni az a csapat fiatalokból, akik az aranyéremre is esélyesek lehetnek, hogy nevén nevezzük. Gondolok itt az ifjabb Dobrovics Józsefre, akinek egy szponzora kiváló lovakat vásárolt számára, és nagyon jó teljesítményre számítunk, illetve az Ostertag testvérek is vissza-vissza térnek, és ott is azért van most olyan lóanyag, holland lóanyag, hogy úgy gondolom, hogy így velük lehet számolni, és hát még nem beszélve ott van Hódi Károly, ugye többszörös világbajnoki ezüstérmesünk, Akkor a fiatalok szintén... mellett egy idősebb? Igen. Hát Hódi Károly pont azt nyilatkozta, ugye tavaly a legnagyobb versenyeket ő nyerte, hogy egy picit szégyennek is érzi, hogy hajlottabb korára még mindig neki kell a legjobbnak lenni. Hát azért jönnek fel a fiatalok, látjuk, hogy vannak tehetségesek, vannak igen, de mindig ugyanazok a nevek hangznak el a fiataloknál is. Igen. Mi ennek az oka? Úgy gondolom, hogy nem lovasítanak ki mást. Vannak itt még rajtuk kívül, láttuk annó a talent programba akár, de utána is, hogy vannak fiatalok, egyszerűen 1990-ig, már sokszor elmondtuk, ezeket a fiatal tehetséges, de mondjuk nem olyan anyagi körülmények közül kikerülő gyerekeket támogatták, felkarulták. Szóval az, hogy Bábolnának, Mezőhegyesnek vagy Szilvásváronak nincs egyetlen egy nemzetközi szintű fogata, az úgy gondolom, hogy minősíti a Magyar Lovas Szövetség munkáját, illetve a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének is a munkáját, hogy itt tart Magyarország, hogy aki válogatott hajtó, de akár lovas, díjugrató, díjlovas akar lenni, annak külföldi lovakkal kell indulnia, holott ez azért pár évtizeddel ezelőtt még nem így működött. Tehát akkor tulajdonképpen is olyan sportág lett, ami tulajdonképpen a gazdagok sportága, és akkor gazdagok között ki a legjobb, tulajdonképpen erről szól a történet. Leegyszerűsítve. Igen. Most jelen pillanatban. Igen, nagy öregekkel beszélgetve azt mondták, hogy ez nagyon-nagyon régen is így volt. Azért kinek volt Magyarországon is, kinek lehetett lova? Hát lehetett a katonaságnak, lehetett a parasztembereknek, a parasztságnak. Ha a katona nem lovagolt, vagy hajtott jól, akkor lelőtték a háborúba. A parasztember, ha nem szállított jól, akkor éhehalt. Illetve a nemeseknek. Ugye a nemesek versengései közül került ki. Ez sokáig így volt, aztán azért a 70-es években történt egy olyan dolog, amikor még megvoltak a régi állami méneseink, amikor még megvoltak a régi állami méntelek,
telepeink, hogy az olyan egyszerűbb embereket, mint Bárdos György, egy egyszerű, ugye hevesi, igen, gyöngyösi parasztgyerek, bocsánat, vagy Bugacról Juhász László, vagy édesapám Tápió Szentmártonból, akik azért ügyesen álltak a lovakhoz, őnekik aztán négyes fogat szinten mindent megadott az akkori vezetés, az akkori állami ménesgazdaságok. Csak ebben látom a jövőt, szóval csak ebben lehet tulajdonképpen a fiataloknak egy kiugrási lehetőség, hogy igenis a több milliárdot felemésztő állami méneseink állítsanak ki fogatokat. Hát az kellene, de ezek szerint még nem kötelező. Viszont hogy állunk itt a fogathajtás suli? Vagy egyetem, ugye a galopon, most már ugye van galopiskola. Így próbálok ugye zsokékat kinevelni. Mi a helyzet a fogathajtással? Hogyha már most a lovakról beszéltünk, lovak helyzetét elmondtad, hogy most egyelőre külföldről vesszük, itthon valamiért nem úgy tenyésztik, ahogy kellene, mert tenyésztés folyik. Így van? Szaporítás Magyarországon. Jó, igen, de nem úgy, ahogy kellene, és akkor most mi a helyzet egyáltalán a fogathajtás oktatással, tanítással? Ez hogy működik? Úgyhogy most valaki szereti a lovakat, és akkor jóban van valamelyik fogathajtóval, és akkor fölül mellé a bakra, és úgy tanulja el, vagy hogy működik ez most? Hát igazából ebben is egy teljes káosz van most ma Magyarországon. Lovasedző, lovasoktató bárki lehet, de egyetemi szinten is. Szóval magába a szakszerű képzés is rendkívül hiányos. Úgy adnak diplomákat, úgy adnak mindenféle OK és papírokat ma a lovas edzőknek, fogathajtó edzőknek is, hogy például nem kell a vizsgán sem hajtani tulajdonképpen. Ennek a rendszernek a megváltoztatására 6 hónapra kineveztek egy kormánybiztost, egy lovasügyi kormánybiztost, Dallos Gyulát. Nem látjuk annak semmiféle nyomát, hogy a 6 hónap alatt mit csináltak, hogy ez az egész rendszer megszűnjön. Kvázi most, mivel a Talent programot is velem együtt, mint amikor szövetségkapitányként eltávolítottak a Talent programot, a fogathajtásban velem együtt megszüntették. A Magyar Lovas Szövetség biztosított erre több millió forintot évente, ami meg volt, úgy tudom, a költségvetésben benne volt, több évre előre menőleg, mint a díjugratásban, díjlovaglásban működik. Fogathajtás viszont az egyetlen eredményes szakágunk, ahol tényleg világszinten eredményes vagyunk, mégis megszüntették a Talent programot. Most jelenleg pillanatban... Lehet, hogy pont ezért, bocs, mert azt gondolták, hogy tanulás nélkül is, meg különféle odafigyelés nélkül is bakra termett a magyar, és hát most minek erre energiát fordítani? Igen, csak azt tudni kell, hogy az edzők is nagyon komoly anyagi ráfordítást igényelnek, a szülők részéről, a szponzorok részéről. Azért ezt támogatta volna a Talent program, hogy az egyszerűbb gyereknek is, akinek van otthon 2 pónia, és a szülők mondjuk beruháznak egy jó hintóra, legyen megfelelő edzője. Ebbe azért a Bárdos Györgytől édesapámon keresztül a Dobrovic Józsefig mindenki benne volt, és mindenki partner volt, és ezt finanszírozta a Magyar Lovas Szövetség. Aztán valamiért most úgy látom, hogy nem nagyon szereti a vezetés, hogyha jönnének fel az ifjabb fiatal tehetségek. Ha már itt tartunk, szeretem, nem szeretem, ki kit szeret és kit nem, mi a megítéltetésed most jelen pillanatban, milyen a megítéltetésed most jelen pillanatban itt a Magyar Lovas Szövetségben? Hát ezt őket kellene megkérdezni. Az biztos, hogy én nagyon sok kritikát megfogalmaztam velük szembe, ők viszont egyet sem velem szembe. Azért én mondom az igazságot itt már jó pár éve, mint újságíró, azért 2005 óta tevékenykedem, nagyon sok cikket írtam, több újságban, nagyon sok tévériportot adtam, mint szövetségi kapitány is elmondtam a véleményemet. Nem nagyon tudnak abba belekötni, amit mondok, hisz az igaz. Az az utolsó betűig igaz.
A megítéltetésünkről annyit, hogy nagyon-nagyon sok helyről keresnek. Bármikor, amikor én bemegyek mondjuk a lovak ügyeit intézni a Tatterzába, vagy a Nemzeti Lovardába, akkor leültetnek egy kávéra, és ott azért még van jó pár olyan ember, a Strobel Dorottya vezette titkárságra, vagy a Magyar Sportlótenyésztőknek az Egyesületnek a szintén a titkársága, ahol látom, hogy dolgoznak, és tényleg értik a szakmát. Magyar Lovasszövetség vezetői közül én még egy emberrel nem találkoztam egyébként magának a nemzeti lovasnak. Kerülnek? Igazából én azért járok versenyekre. De ők kikerülnek téged? Nem. Mondom, akiket... Véletlenül, és még egy nem találkoztatok akkor mostanában. Volt tavalyi évben is, hogy például ugye mondjuk Mondok József gratulált nekem egy versenyen, mikor nyeltem, de úgy gondolom, hogy de a utódomban Németh Istvánnal is most Zombán találkoztam, a fia ugyanúgy versenyzik, mint egyes fogalattartó. Szóval nem, a köszönés szinten természetesen megvan, de ugyanúgy Mezőhegyesen is igazából a világbajnokságon ugye 5 év alatt 5 világbajnokságra minősültek a lovaink, szóval igen, ugyanúgy nagyon szívesen fogadnak. Hát hogy ne fogadnának szívesen, hisz 400 eurót fizetek lovanként nevezési díjnak. Igen sok pénzt ölelesne a Magyar Lovasszövetség, hogyha mi nem csinálnánk. Idén lesz Mezőhegyesen megint ez a fiatal lovak vetélkedője, vagy most már nem? Lesz. Megint ott lesz? Lesz, igen. Ez most már csak Mezőhegyes nyerte örökké? Jó pár évre előre Mezőhegyes megnyerte, utána több mint valószínűleg más helyszínre kívánják tenni, de az is lehet, hogy itt marad, jó pár évre, vagy évtizedre a fiatal lovak világbajnoksága. Az tény is való, hogy amíg én voltam ennek is a felügyelője, sokkal több fogat volt, és sokkal jobb eredményeket értünk el. És akkor most te mit csinálsz? Most csak saját magaddal kell foglalkoznod, a saját lovaiddal kell foglalkoznod, vagy azért van egy-két más pozíció is, amit betöltesz, mint lovas? Igazából belecsaptunk kőkeményen az oktatásba. Egy héttel ezelőtt megalakítottuk a Bozsik Lovasiskola Kft-t. Eddig, mint egyéni vállalkozó végeztem a munkámat, mint edző, mint egyéni vállalkozó, mint lovasedző. Ugye, mint katás adózó, ez egy nagyon jó dolog, nagyon sok lovas csinálja, havi 500 000 forintig, ha befizetünk 50 000 forintot, körülbelül akkor békén hagynak, de hát el kell, hogy mondjam, hogy ezt kinőttük. Szóval én azon kevesek közé tartozok, aki hivatalosan, mint lovas adófizető vagyok, és mindent az utolsó fillérig leszámlázunk. És most annyi megkeresés volt már egyetemi szinten, középiskolai szinten, de maguktól a fiatal tehetséges lovasoktól is, hogy bizony egy Kft-t alakítottunk, ami azért több ember most felhívott gratulálva, de azért nagy kihívás, mindenki mondta. És most jársz egyetemekre majd tanítani? Ők járnak hozzánk. Jó pár éve már... Ilyen kihelyezett gyakorlati óra tulajdonképpen? Igen, mi gyakorló hely vagyunk már régóta. Mostantól kizárólagos tanműhely is vagyunk. Az azt jelenti, hogy a középiskola első osztályától, akár egészen az egyetemi diploma szerzésig, a gyerek az összes lovas gyakorlati órát nálunk töltheti. Ez Pest megyében rajtunk kívül még egyetlen egy ilyen hely van, illetve Jász-Nagykun Szolnok megyében, mivel mi pont a megye határon vagyunk, nincs is ilyen tanműhely, úgyhogy több lovasiskolát meglátogattam, ahol középiskolai szinten is mondjuk lovászképzés folyik, Pécel, Kenderes, Vác, Mezőhegyes, Bábolna, mindenhol nagyon pozitívan fogadtak, és egyértelmű célunk az, hogy ezek a gyerekek 3 év után vagy egy olyan lovász szakmát kapjanak, amivel ők meg tudnak élni, vagy tovább tudjanak úgy tanulni, hogy azzal egyetemi szintű diplomát is tudnak szerezni. A legnagyobb baj az, hogy egyik lovas képzésen sincs bemeneti feltétel, kvázi van, hogy az egyetemen simogat először lovat az illető, ezért most szintén... De az miért megy el? Igazából 90%-a, vagy 99%-a a lovasoknak, lovászoknak lányok jelentkeznek, és szép ez a ló, aranyos az a póni, és beiratkoznak. Fotó, jó mutatok rajta, ugye,
mondja a hölgye a lóval. Igen, tehát... igen. Egy ilyen unikornismánia is van most ebbe az országba, és őt fölveszik. Aztán ugye nagyon nagy felelősség, hogy 2-3 év alatt tulajdonképpen faragjunk belülük lovasokat, vagy lovászokat. Hát a nagy többsége kiesik. De nem véletlen. Hát azért az kemény fizikai munka is. Igen. Sokan nem tudják, és nem igazából egy családanyának, mert ezekből a hölgyekből családanya lesz. Tehát ezt nem lehet bírni, ezt nem lehet elvárni sem tőlük. Tehát ezért nem is értem, hogy miért engedik őket erre a pályára. Vagy mit gondolnak, hogy mert nagyon kemény munka ez. Igen. Én mert szép, de szép, de szép kemény. Munka, kemény munka, valóban régen azért a parasztság és a katonásság közül is azért a férfiak voltak a lovasok, hát nem ők kerültek ki. Most nekem már, bocsánat, de 160 centis, 40 kilós lovászlányaim vannak, és hát hagyd ne mondjam, kidolgozzák a férfiakat, szóval munka, persze, munkabírással nincs ebben igazad van, csak ugye lehet, hogy 1 vagy 10 évig bírják. Igen. De míg a Parasz bácsi, a férfi ember, az élete végéig bírta. Igen. Tehát, mert utána később ugye a lányból nő lesz, anya lesz, más dolgok, máshová is kell az energia, míg a férfi ember ezzel a mentes, tehát ő tényleg ő csak a munkának tud élni. Azért mondom, tehát ezt mert meg kéne vizsgálni, hogy mi van a férfiak, a hová tűntek a lovas szakmából. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ezt azoknak az illetőknek, akik havi millió forintos keresetük van, és ezzel kéne foglalkozni, hát nekik már ez kőkeményen meg kellett volna oldani. Igazából újra el kellene hitetni a férfiakkal, vagy a fiúkkal is, hogy ez a szakma már pedig egy szép szakma, ebből a szakmából meg lehet élni, hiszen már most rengetegen megkerestek Magyarországról, illetve külföldről is, hogy a nálunk végzett diákoknak munkát tudnának biztosítani. És itt el kell, hogy mondjam, hogy hála a Jóistennek, hogy olyan szintű lovasokat, lovászokat tudunk képezni, hogy most egy lány elment például 4 lóval Svájcba dolgozni, és egy darab lovász, egy fiatal lány 4 darab lóval 720 ezer forint nettó fizetést kap. Ami úgy gondolom, hogy igen erős motiváció lehetne akár a fiúknak is, hogy itt bizony ebből lehet élni. Egyébként a lányokra visszatérve engem sokan, amikor elmegyek előadást tartani, megkérdezik, hogy és akkor Bozsik úr, hogy fogunk mi ebből megélni? Hát mondtam a lányoknak, hogy ebből a lovazásból úgy lehet ma Magyarországon jól megélni, hogyha jól mentek férjhez. Úgyhogy persze, reméljük, hogy kitanulják a szakmát, 10 évig csinálják, aztán találnak egy olyan lovas férjet, aki utána ez biztosítja számukra. Most az oktatásnak neki mentél arccal, és akkor a élversenyzésről szép lassan, edzősködésről szép lassan le akarsz úgy majd tenni? Ez a kettő összefügg. Szóval, egy darabig. Igen. De aztán... Szóval manapság a lovász az már nem az a lovász, vagy nem az a lovasoktató, vagy lovasport szervező, hogy az egyetemistákat is megszólítsam, aki mondjuk trágyázik. Szóval egy lovasnak versenyekre is kell járni. Egy lovásznak is egy versenyekre kell járni. Én viszem magammal a lányokat, vagy ha van 1-2 fiú, akkor őket is versenyekre, és ugyanúgy ott is tanulják a szakmát. Szóval a versenyek mellett mi most belekezdtünk az oktatásba, de igazából ez a kettő fedi egymást, hiszen ha most föladok én ma egy hirdetést, hogy lovászt keresek, alkalmas jelentkező, bárkivel lefogadom itt, hogy nem lesz. És itt nem a pénzről, a munkaidőről, vagy az egyéb dolgokról van szó, hanem csak nekem 17 lovászom ment ki az elmúlt 4 évbe külföldre dolgozni. A keleti munkaerő jön be Magyarországra, a magyar munkaerő vándorol ki, és ezáltal, ha mi most nem képezzük ki saját magunknak a saját magunk későbbi munkásait, akkor esélyünk nincs egyébként jó, egy lovardát fenntartani. Jó, de most kiképződésről kimennek Németországba, Angliába jó pénzért. Ez még mindig jó, csak egyet még azért tudni kell, hogy a lovász szakon 3-szoros túljelentkezés van. Soha ilyen még nem volt. Vannak iskolák, akik 2 lovász osztályt indítanak, például a Pécel, ahol mondjuk a 30 helyre jelentkezett 90 lovász jelölt, de úgy tudom, hogy Mezőhegyesen is körülbelül 3-szoros túljelentkezés van. Bábolna sem panaszkodhat, és még sorolhatnám. Szóval gyerek, fiatal, lókedvelő, hisz lovas nemzet vagyunk, fiatalság lenne. Azt kellene még megvizsgálni,
hogy ezeknek a gyerekeknek, mikorra végeznek, miért veszik el annyira a kedvét az iskolák, hogy mondjuk elmennek utána lovász diplomával, műkörmösnek, cukrásznak és péknek. Jó, visszakanyarodva most a magyar jelenlegi felnőtt élsportra, fogadhajtásra, most hol tartunk most tulajdonképpen, mi mindig még fent vagyunk a csúcson, vagy már kicsit estünk lejjebb, ugye a Lázárék kiválásával, most hol tart? Én hová ezt, tennéd a polcon? Hát ezt mindig elmondom, hogy az egész lovazásnak a Formula 1-je Magyarországon, az a négyes fogadhajtás. Négyes fogadhajtásban egyedül a két Dobrovic tudott kiutazni Aachenba, és nem őket megsértve, de tény, hogy nagyon-nagyon rossz eredmények születtek. Nekik sincs most olyan lóanyag, őket sem lovasítja ki egyetlen nagy ménes, és bizony rajtuk kívül nincs más. Azt tudni, hogy Magyarországon azért a Móró Lajos egy csodálatos fogattal rendelkezik, ő volt mondjuk a Mékuti versenynek a győztese, szóval ő még most a Dobrovicéktől is egy szinttel följe van. Ő sajnos egy lovas sérülése miatt nem vállalta az áheni indulást. Mentek a Dobrovicék, akiknek most nem volt olyan lóanyag, és kvázi semmilyen utánpótlás nincs a csúcson. A kettes fogathajtás az a gokárt. Az egyes fogat egyébként, megemlítve, az a ralli. Rallival tudnám összehasonlítani, hogy ott nem lehet lovat cserélni. A díjhajtásban egyedül az egyeseknél van ugye galopp, oldaljárás. Ugyanúgy maratonon ugye ugyanazzal a lóval kell lenni, mindig a kettesnél, négyesnél lehet cserélgetni, stb. De azért a négyes természetesen a csúcs, Aachenba csak a négyeseket hívják meg a lovasvilági játékokra is. Jelenleg nincs négyes fogathajtásról Magyarországon nem lehet beszélni, hisz egy család csinálja. De az elmúlt 10 évben is két család csinálta, hisz a Lázár testvérek közül a Zoltán, a fiatalabb testvér ment ki mindig a két Dobrovicszal tulajdonképpen. Szóval 2004 óta nem lehet Magyarországon négyes fogathajtásról beszélni. 2004-ben azért 9 nemzetközi szintű magyar fogat állt oda Kecskeméten a világbajnokságon, világbajnokok is lettünk. És akkor azért még túlnyomó részt magyar, lipicai lovakkal versenyeztek a Dobrovicok, a Lázárék, édesapám, a Juhász László, a Kecskeméti László, és még sorolhatnánk. Szóval akkor a király kategóriában, a Formula 1-ben akkor nem vagyunk már jelen pillanatban ott akkor a fogadhajtásban. Marad nekünk a rally meg a gokart? Hát inkább a gokart. Inkább a gokart, hisz egyes fogadhajtásban még soha semmilyen komoly eredményünk nem volt. Ott a Piberben, amikor én voltam a szövetségkapitány, ott egy 10. helyet szerzett a csapat, és az volt a legjobb eredménye. Egyszer már volt 10. korábban a csapat, de a 10. helytől jobbat nem nagyon tudtunk csinálni, nem nagyon tudtunk elérni. Azóta volt egyébként egy világbajnokság. És akkor most te jövőre megtöröd akkor ezt a rossz szériát? Azt mondtad nekem itt adás elején? Hát én egyedül azért nagyon-nagyon kevés lesz. Jó, hát ennek. Lesz egy ló is ott persze, tehát egyértelmű. Igen. Nézd, én úgy gondolom, hogy csináljuk, képezzük a lovakat. Mi egyéniben nem érhetsz oda az első 8-ba? Első 6-ban? Az lenne a cél. Azért az első 8, az azt mondom, hogy az már egy világszenzáció. Hát nem tettem rád itt most a dobogót. Igen. Annyira kicsi a különbség az egyes fogadhajtásban, hogy az első 10 helyezett között, például a Piberben bárki világbajnok lehetett. Szóval ott már a végén az akadályhajtáson múlt a dolog. Ott azért tényleg félelmetes lóanyaggal és félelmetes minőségben tudnak megjelenni a hollandok, a németek, a lengyelek, az osztrákok. Sokkal kiegyensúlyozottabb a mezőny. Ketteseknél mi van? Elindul egy Hölle Martin nyer. Négyeseknél mi van? Elindul egy Excel Boyd nyer. Esélye nincs másnak. Halovány esélye nincs. Akkor van esélye nyerni ma világbajnokságon bárkinek, hogyha mondjuk a Hölle Martin, ne adj Isten, fölborulna. Vagy egy Excel Boyd mondjuk kifog. De azon kívül az egyes fogadhajtás maradt jelenleg az egyetlen olyan szakág, ahol most jelenleg nyitott a helyzet, ott azért bárki lehet világbajnok, de Bárdos György is egyszer elmondta, hogy az egyes fogadhajtás az talán még a négyestől is nehezebb, hisz ha egy egyes fogadhajtó lónál bármi történik, ott vége a dalnak. Ott nincs lócsere, ott nincs másik, amelyik esetleg egy fáradtabb lovat kihúzna a vizes árokból, stb. Egyes nagyon-nagyon nehéz. Hát igen. Úgyhogy, de mi szeretjük a kihívásokat. Úgy kell neked.
Igen, igen. Megképezni is, igazából képezni is most ez a megváltozott díjhajtás igen. miatt az egyes fogathajtás áll legjobban a klasszikus díjlovas alapokon nyugvó kiképzésnek. Akkor a dalos úr akkor örülhet ennek a történetnek. Igen. Zárásként, mikor fogsz legközelebb versenyezni? Magyarországon nagyon-nagyon kevés verseny van. Ez még egy hatalmas szívfájdalmunk, igen. de Hetény Egyházán augusztus a 20-ai, azt hiszem, hogy 23-25 uh-huh. lesz egy A kategóriás verseny, utána Izsák, illetve Jászkara Jenő szokott még lenni. Sajnos Becsés nincs, Fábián Sebesnyén nincs. Szeptemberben lesz Mezőhegyes? Igen, világbajnokság, a fiatalló világbajnokság. Mész oda? Indulsz? Van lovad? Van egy lovam, amivel tavaly is voltam, akkor 5 éves uh-huh. volt a világbajnokságon. Azóta sokkal-sokkal szenzációsabb lett. Elfelejtett mindent? Csak tanult. Ez most a nagy dilemmánk, megmondom őszintén, mert nem nálam van a ló már aha. egy hónapja, és nagyon-nagyon-nagyon jól megy az uh-huh. új gazdájánál. Uh-huh. Nagyon-nagyon szeretném visszakérni az egyes fogathajtó világbajnokságra ezt a lovat. Uh-huh. Hisz úgy gondolom, hogy akár még esélyes is legyen, viszont itt szintén az anyagi dolgok. Ugye nekünk a saját lábunkon kell állni, kvázi ha eladunk egy lovat, akkor van a családnak egy évig mit enni, viszont a ló az egy olyan, hogy hiába mondjuk visszakérem a világbajnokságon is világbajnok leszek, de másnap lesántul, akkor igazából vége a dalnak, úgyhogy valamit valamiért. Megvan a ló, szenzációs a ló, lehet, hogy emiatt most idén ezt a világbajnokságot ki kell hagynom, ez 1-2 héten belül kiderül, most már nincs is 1-2 hét, pár napon belül, uh-huh. hisz augusztus elején le kell adni a nevezést. Hát kíváncsian várjuk, sajnos időnk lejárt, vigyázz magadra, jó lovazást! Köszönöm szépen, neked is viszont! További sportosat!